Na, megmondom, mi a kérdés. Na. Mondjad, közöcs, keresem a kulcsot. Gyorsan kell válaszolnod. Igen. Tömören. És ami rögtön eszedbe jut, az első. Na. Mi a bibó? A bibó. Ezt nem lehet tőlem összefoglalni. Ez egy életérzés. Én egy vidéki, egészen egyszerű családba származom. Anyukám tanítónő, de azon kívül mindenki földműveléssel foglalkozik a családomban. Nem rendelkeztem azzal a fajta látókörrel, hogy egyáltalán lássam, hogy milyen lehetőségeim vannak egy diplomával. Nem rendelkeztem azzal a kapcsolatrendszerrel, amivel el tudok helyezkedni, amivel jól el tudok helyezkedni. Úgyhogy számomra igazából a bibó egy közösségen túl, hiszen közösséget is jelentett, és otthont is jelentett, és jelent számomra. Tényleg valóban lehetőség volt. Valahol hasonlók vagyunk, és valahol nagyon különbözőek is, de összefog minket egy hálóként a kollégium. Az én szociálisan hátrányos helyzetemből a bibó nélkül nem tudtam volna kitörni, és nem tudtam volna elérni azt, amit végül sikerült elérni. Azt gondolom, hogy azért élmény, mert én még nem találkoztam, sok közösségnek tagja voltam már, mielőtt bekerültem a bibóba, viszont azzal a tagság élménnyel, azzal a közösség élménnyel, azzal a fejlődési élménnyel, amivel a bibóban találkoztam, sehol nem tapasztaltam még.